Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Gondolatok kávé mellett ez alkalommal vendégünk dr. Orosz Tivadar, a Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm, és köszöntöm a televízió nézőit. 2020 a COVID-19-ről szólt, mondhatjuk, hogy minden területen megváltoztatta az életünket, szinte nincs olyan front, amit ne befolyásolt volna. Békés megye gazdaságát, különös tekintettel a vállalkozásokra, hogyan befolyásolta a világjárvány? A második negyed év volt 2020-ban az igazán kritikus, hiszen mindjárt az első hónapokban, április-május környékén több mint 36%-kal esett vissza a vállalkozások árbevételei, és így az export is drasztikusan visszaesett. Ezt követte az import visszaesése, de az késletetett formában később történt meg fokozatosan. Mindenképpen megállt a gazdaság, részben lebénult, voltak és vannak nagyon kritikus ágazatok a mai napig is, közismertek, ugye a vendéglátás, szállodaipar, szabadidős rendezvények megtartása, és ehhez kapcsolódó több szolgáltatás is, ahol komolyabb létszámleépítések is voltak már 2020 második negyedévében. Összességében a gazdasági intézkedések következtében sikerült megőriznünk mintegy 500 ezer munkahelyet. Örömmel mondhatom, hogy a gazdasági teljesítmény romlása ellenére volt olyan pozitívum is, hogy a foglalkoztatásban nem akkora visszaesés most már összességében, hiszen most már kezdünk visszaállni arra 4,5 millió foglalkoztatottra, ami korábban volt. Ez biztató Békés megyében, ha mondjuk szám szerint nézem, akkor év elején, 2020 év elején mintegy 11 ezer álláskereső volt, 2020 év végén mintegy 14 ezer. Tehát olyan 3 ezer fő munkahelyvesztés körül számolunk. Rendkívüli módon igénybe vették ezek a kormányzati intézkedések az államháztartást. De szükségesek voltak ezek a lépések, hiszen ez túlélését jelentett a magyar gazdaságnak, a vállalkozásoknak, és van még egy pozitívum, ami nem úgy alakult, ahogy vártuk, ezt pozitívumként értékeljük, hogy nem indult el tömeges cégmegszüntetés, csődeljárás vagy csődhelyzet, hanem a vállalkozások száma megmaradt, tehát azt jelenti, hogy a vállalkozások inkább veszteségek árán volt, ahol a elbocsátások révén volt, ahol a támogatások igénybevételével, vagy rugalmas foglalkoztatással, de eléggé jól átviselték a magyar is, benne a békésmegyei vállalkozások is. Hál' Istennek az intézkedések között ugye nem csak a támogatások, adócsökkentések és adminisztrációcsökkentések domináltak, hanem az olcsó hiteleknek a biztosítása és a beruházási programok. Ez most is a kormányzat filozófiája, hogy a kritikus helyzet ellenére tartsuk fönn magas szinten a beruházási kedvet, sikeresen átvészeltük veszteségekkel a 2020-as évet, bizakodóak vagyunk a 21 évet illetően, remélve azt, hogy néhány hónapon belül teljesen megszűnik a vírus helyzet okozta gazdasági akadály, így feltételezzük azt, hogy még bepótolható 2021-be ez a, és elérhető ez a gazdasági teljesítmény, ami a költségvetés tervezetében is szerepel. Azt mondta, hogy a cégek, illetve vállalkozások száma nem nagyon változott, nem csökkent. Mit gondol személyes véleményére vagyok kíváncsi? Mondjuk tényleg annyira érintett iparágak, mint a vendéglátás, vegyük konkrétan egy pubot, vagy tényleg a fitnesstermekre is a gondolunk, vajon meddig bírják még bezárva tartani az ajtókat? Ugye november 11 óta zárva vannak, meddig lehet ezt még bírni, húzni?
Amit az előbb mondtam, ez azt jelenti, hogy azért próbálják fenntartani magukat, hibernálják magukat, nagyon sok vállalkozásra ez a jellemző. Részben elbocsátják a dolgozóikat, részben nagyon más formába foglalkoztatják a dolgozókat, azért mindenki a folytatásban bízik, és ez nagyon biztat ilyen szempontból. Ez azt jelenti, hogy egyelőre nem, de bevallom őszintén, hogy létezik már egy olyan tanulmány, amiben azt fejtegeti ki, hogy a cső, mindenki kerüli a csődhelyzetet, és csak az utolsó pillanatban dönt arról, hogy megszűnjön. Akkor is, hogyha veszteségeket szenved, felírik a tartalékaikat, igénybe vesznek külső forrásokat, és mindenki abban bízik, hogy hamarosan meg lesz a folytatás. Ez a lélektani helyzet most Magyarországon, Békés megyében is, és úgy gondolom, hogy tehát a tanulmány arra vonatkozik, hogy ahhoz, hogy csődhelyzet erősödjön föl, ahhoz 2-3 év kimerítő tevékenységére van szükség. Tehát nem annyi tartalékkal rendelkeznek még ezek a kis vállalkozások is, hogy ez egy általános tendencia? Úgy gondolják, hogy eddig bírhatják 2-3 évig? Maximum 2-3 évig, de azok, akik hiába próbálkoznak most a következő időszakban, hiába vannak támogatások, tulajdonképpen azért a vírus átalakította a gazdaságot, a gazdasági szokásokat, fogyasztást, kapcsolati rendszert, ez óhatatlanul megváltoztatja a gazdaság környezetét is, és ehhez borzasztó nagy alkalmazkodás kell. Tehát nem biztos, hogy az a vállalkozás, amelyik eddig meghatározott körülmények között filozófiával működött, az árban, díjban, körülményekben, szolgáltatásban tudja fölvenni a versenyt. Tehát ez összességében szelektálni fogja a piacot. Tehát azért mi arra számítunk, hogy lesz ennek azért csőd következménye. Én úgy gondolom, hogy ez elég lapos lesz, tehát nem hirtelen fog ez bekövetkezni, és az, ha kíméletes lesz, akkor nem lesz a gazdaság szempontjából olyan kiadása, hogy roncsa a teljesítményt, vagy visszahúzó erőt képviselne. Egyébként ugye Békés-megyében is 65 ezer vállalkozás van, adószámos vállalkozásról beszélünk. Persze ebből 11 ezer körül van a társaság, és 15 ezer körül van a egyéni vállalkozás. Most a társaságok tekintetében nincs alapvető növekedés, ott inkább egy stagnálás, egy pici csökkenés. Egyéni vállalkozóknál érdekes módon ott inkább növekedett egy kicsit a létszám, vagy stagnált, de nem szűntek meg vállalkozások. Nagyon sok a szüneteltető, ahol erre mód és lehetőség volt. Az emberek is sokkal kreatívabbak. Orosházán is van egy olyan pub, ami ugye november 11-én bezárt, most viszont elvitelre kínál kávét, szendvicset, tehát úgymond próbálják ezt a helyzetet megoldani, ezen átlendülni, illetve ott vannak az online edzések is, próbálják igazából a fitness termek edző is valamilyen módon megoldani ezt, áthidalni ezt a problémát. Igen, mindenki azért befektetett az adott területen, és az arról nehezen mond le. Lehet, hogy le kellett volna már mondania, hogyha mondjuk a további perspektíváját nézi, hiszen egyébként ezek a vállalkozások nehezen fognak újra találni, mert megborult a fogyasztás is. Hiába múlik el a vírushelyzet, a fogyasztási szokások, és lehet, hogy olyanok lesznek, óvatosak lesznek az emberek, nem biztos, hogy hónapokon át megtöltik az éttermeket, amíg vissza nem áll egy rend, tehát egy kicsit ez hosszabb, ennek a hatását nem tudjuk pontosan. Ezért most is a kamara állandóan olyan javaslatokat tesz, ilyen volt egyébként az elvitelre szolgáló ételek 5%-os áfája is, tehát ilyen szempontból
korábbi áfa csökkentéseket is javasoltunk, ami szintén érvényesül, hogy mennyi az az annyi, rengeteg javaslatunk van, de az államteherbíró képessége azért látjuk a 2020-as év eredménye alapján azért véges, és bármilyen nagy a törekvés a kormányzat részéről, hogy adjon, azért a háttér beszélgetések, döntések előkészítésében az látszik, hogy de gondoljunk a holnapra is. Ne ürítsük ki a kamrát mindjárt, mert holnap is kell valamilyen segítséget pumpálni a gazdaságba. Most egy ilyen helyzetben vagyunk. A lényeg az, hogy van egyfajta tudatosság abban, ahogy a kormányzat gondolkodik a gazdaság állapotának megőrzéséről és fejlesztéséről, ahogy a partnereivel egyeztet. Én nekem ez így tetszik, mert felelős gondolkodásra utal, és talán több esélyünk van, hogy ezt a valóban nehéz évet átvészeljük. Igazándiból még nem is tudjuk megbecsülni, hogy hosszabb távon ez mekkora károkat is okoz. Rövid távon látjuk, hogy mindenképpen, akkor is, ha nagyon sok intézkedéssel sikerült megvédeni munkahelyeket, és itt fölvetődik, hogy Békés megyében mennyire értek a vállalkozások ezekkel a eszközökkel, támogatása is, így tovább. Azt tudom mondani, hogy a bértámogatást illetően szerényebb volt a Békés megyei vállalkozások érdeklődése. Ennek mi lehetett egyébként az oka? Ugyanúgy megvolt a lehetőség mindenkinek. Ez ugye összességében 3% az összes igénybe vétel, 3%-a jut támogatásként Békés megyére. Ez arányaiban kisebb, mint az átlag. Budapest, Pest megye az összes ilyen támogatásnak a 34%-át vette igénybe. És a nagyobb részét a fejlettebb megyék, iparilag fejlettebb megyék vették igénybe. Itt az volt az oka, hogy itt nálunk már a gazdaság leállításakor a válságos ágazatokban mindjárt elbocsátások voltak. Tehát nem voltak rugalmas megoldások. Természetesen részben megtartották a munkaerejüket, ott igénybe tudták venni. Tehát nem volt olyan létszám veszély, ami után igénybe vehették volna ezt a támogatást, mert ahol, ami után igénybe vehették volna, ott jelentősen volt az elbocsátás. A másik, hogy viszont jobban igénybe vették a kedvező kamatozású hiteleket arányaiban. Ez azt jelenti, hogy ezzel kompenzáltak valamennyire, vagy ezzel segítették elő a túlélést. Meglátjuk, mert ugye ezeket a hiteleket azért vissza is kell fizetni, és ahhoz föl kell fűteni a gazdaságot, hogy minden vállalkozás megtalálja a számítását. De ugye azt mondtam, hogy ami pozitív felemé, hogy nem cégmegszűnésekkel járt ez a vírus helyzet, nem olyan drasztikus foglalkoztatás zuhanással járt, átmenetileg igen, ez a második negyed év volt 2020-ban elsősorban, de szépen kezd a foglalkoztatási szint visszakerülni. Kérdés, hogy tudjuk a bevételeinket stabilizálni, a jövedelmi helyzetet, mert ez nagyon fontos egy vállalkozás számára. Talán még ott érzékelhetném, hogy a külgazdaságban is mindjárt komoly veszteségeket szenvedtünk, hiszen amikor a leállt a gazdaság, mindjárt az első április-május hónapban 36%-kal esett vissza az export. Ezt követte késedelemmel az import, és összességében a 2020-ban az export mintegy 7%-kal esett vissza, az import 8%-kal, tehát az a külgazdaságban is érzékelhető volt ez a visszaesés, de ez érthető, hiszen ez világjárvány is a többi gazdaság tekintetében is azért komoly gondot okozott.
A külgazdaságban még az is gondot okozott, hogy nagyon sok alapanyag külföldről érkezik, és ezek nem jöttek, vagy később jöttek, vagy kisebb mennyiségekben jöttek, vagy kevésbé ütemezhető módon. Ezek mind többletköltségeket, zavarokat, veszteségeket okoztak. Ezen kell túl lennünk, és van esélyünk rá, hogy néhány hónapon belül ez újra normális kerékvágásba kerül a magyar gazdaság is. Legyenek ezek a pozitív gondolatok, a záró mondatok. Köszönöm szépen, hogy itt volt, köszönöm a beszélgetést. Önöknek pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napot kívánok mindenkinek, viszontlátásra!